Jó volt a húsvét. Szétlocsoltak. Komolyan. De tényleg, olyan rossz, amikor tudod... Az a helyzet, hogy nem tudom. Anyukádat csak locsolják, nem? Hát igen, de engem nem. Hát de csak érzed, hogy mennyiféle minden. És itt most a mondat közepén analizáljuk azt, hogy csak érzed. Ja. Mert én nem érzek szagokat, tehát sétálunk egy téren és... Kürtös kalács, érzitek? Én meg így... Milyen színű póló? Ja, várj, ez nem szok. Németh Bálint. Szóval itt vagyunk benne az irodába. Mi van? Gyertek már az utcára, mert jó, egy ilyen 10 perc múlva, hogy mit mennyi az. Miért nem jössz te fel? Mert gyertek le, na, légy szíves, jó? Most le kell zennem emezetek, jó? Gyertek le 10 perc múlva, csend. Öreg, jó, oké. Öreg azt nem tud feljönni. 10 perc, valaki számolja már. Dezső Bence vagyok, Sepsi Szentgyörről. Különleges képességem, bájos segítőmmel. Hoppá! Az igen. És közben lehet... De várj, egy ilyen delfi hangot. Én már fázom is. Ez mi? Ez mi? Ki ez? Na mi van, nem gyerekek? Nem mondod! Na mi van? Úristen! Maxi taxi! Elcserélted a Hondát? Új Brodapest vlogger iroda együttműködés, befigyel! Mi a kocsi vagy a márka? Nem, fuvarosnak álltam te! Adsz egy chipset? Hagyjad már, van benne chipset? Van benne chipset? Teli van chipset. Finom! Á, nem mondod! Teli van chipset, ne üssenek el, jövök fel, Csió kampányt kell összeraknunk, jó? Gyere! Na, jövök, cső! Jó, mi csinálj? Hoppá. Hát te meg szedd szét a berendezést. Bocsi, ez is görög. Jó, berepedj. Ez Bence a együttműködés, nem csak vagy nem együttműködés. Igen. Így jó. Srácok! Mindjárt. Miért rakjátok fel? Gravitáció. N4 előtt észre Q fizikai törvény alapján, hogyha itt van a súlytömeg, ott pedig az erőméter, akkor így rá megszerelek. Az a durva, hogy lehet, ez tényleg a jó mondat. Igen. Jó, tegyenek le. Szóval, Csió kampány. Amit most tudni kell róluk, hogy nálunk most van egy nyereményjáték. Minden harmadik nyerhet egyébként, és van ezen kívül 5x 1 millió forint benne. Nyilván nem 1 millió, de én már nyertem tök sokszor ilyen. Nyertél? Persze. És sose nyertem még. Dehogy nem. De mi csinálnátok 1 milliót? Ezért vagyok kíváncsi rá, mert ugye én még nem nyertem. Mennyi chipset kell vajon vegyek, hogy jelentős összeget nyerek szerintetek? Hát mondjuk egy boltból megveszed az összes chipset. Százezer. Na jó, akkor figyeljetek, ti menjetek el, adok céges pénzt, valamennyit. Odaadom a kártyát. Én belenyúlhatok a céges pénzbe, és egy jelentős összeget költhetek chipsre. Igen. De akkor figyelj, tényleg... Ez életem legjobb napja. Most értékelem a munkát. De nem érdekel téged az, hogy... Tehát fiú, lehet, hogy benne van az 1 milla. Hallod? De az céges lesz. Ha benne van az 1 milla, veszek neked hajat. Ha már te meg már grill szakember voltál Dominikkal, mi lenne, ha megmutatnád, hogyan kell chipset csinálni otthon? Tudsz chipset csinálni? Hát Bence, nem túl bonyolult nem, azért bonyolult, szerintem. Szerintem se, de Max, ha nem, akkor YouTube-on nézek egy videót, 5 perc. Jó, de figyelj, de akkor figyelj, legyen az, hogy nálam, mert akkor elmegyek én is. Vagy elmegyek én is magamhoz, tudok ilyen jókat mondani. De vigyünk mi is chipset, hogy nézzük meg, hogy milyen legyen. Ne hasonlítsuk össze, gondolom, meg ilyenek, aztán lesz sok chipset, amit csinálunk. De majd megeszem, amúgy is csomó kajához szeretek chipset enni. Van egy barátom, séf, sztárséf. Kérdezzétek már meg, összehozok egy találkozót. Uh-huh. Egyébként is érzékenyen kajátok, hogy amúgy a chipset hogyan lehet beépíteni az étrendbe. Jó. Csongi, Bence, egyes csapaz, nyereményjáték. András, én. Kettes. Főző. És Karol, Rebeka, hármas. És derítsük ki. Költsük el az összes céges pénzt chipsre. Na jó, fejezzétek be. Induljunk el. Ezek elfogják költ az összes pénzt. Na, hozzávalók, 4 darab krumpli. Azt te szerintem kezd is el. Jó, csak közben megeszem az egészet. Ne, meg. Igen. 5 deka vaj, só, bors. Ennyi. Só van. Van. Borsot mindjárt adok, vajat keresék hűtőbe. Okay. Vaj. Várjad, akkor válogassuk ki úgy, hogy... Ez nekem nagyon tetszik. Ez. Hú, ez is. Nem, ez. Sütőt megnézem. Azt írja 200 fok. Az annyin van, igen. Most meg jó alaposan, majd itasd le róla papírtőlő a nedvességet. Van papírtőlő? Na. Persze, hogy jó lesz a textil is, nem? Jó lesz valami oda, igen.
Minél vékonyabbra kell válni, annál ropogósabb lesz. Ez a titok, látod? A szeleteléshez uborkagyalut használj. Van uborkagyalud? Mi az uborkagyalú? Nagyi? Sütőpapírra kell rakni, locsold meg vajas keveréket. Tehát, hogyha a vajba rakjuk a hagymát... De figyelj, mi lenne a hagynánk? Ezt inkább együk ezeket. Ez egy kihívás. Ez is emlékszem, mint tudom, a boldogsnál, hogyha te rakod össze, te csinálod, tudom, akkor jobban. 15 percig kell. Levágom az elejét. De mit vágsz le? Előbb le kell hámozni. Tudsz hámozni? Hát, hogy kell fogni? Ez miért? Egyébként igazán nyomhatnánk ilyen közös főzőműsort, nem? Várj, rövidítés. Bandrász... Bandrász és Balcsó? Balcsó. Double B? Jó, oké. Ugye, ezt közben nézed? Hát... nem tudom. De figyelj már! Hát... ugyanaz! Oda néz. Jó. Kicsit koszos a kés, nem azért mondom. Nem koszos, azzal putoltam az előbb a héjjel. Ja, ez de az basztus, de vigyelj már, ez tényleg jó lesz. Ez az éle, nem? Az igen. Ilyen koszos. Igen. Na, én valami ilyesmire gondoltam. Ez úgy már... És akkor ebből még kell, figyelj. Egy olyan 100 darab. Az kell. Akkor hajrá. Jó. Mi az? Hát a monogram nélkül nincsen semmi. Mi? Hát ez egy mindjárt meglátod. Légy szíves, rendezd ezeket rá a sütőr, hozd ide. Majd azt én csinálom, de nem, azt utólag tesszük rá, jó? Jó. Rá sót raktál bele? Majd utána rakunk bele. Nem, most kell. De mennyi sót? Egy csipetnyit. Aha, szerintem egy csipetnyit a sós chipset, ne viccelj meg. Inkább ezt tedd bele abba. Aha. Na jó. Az a vicc, hogy tényleg ennyi megcsinálni, ezekben sincsen semmi tartósítószer, semmi normális fűszerből van, meg normális vajból van megcsinálva. Biztos ők is így csinálják a gyárban, nem? Hát lehet egy kicsit nagyobb szobaméretű gépekkel, de na. Szerintem ez így tesznek jó, nem? Azért tegyük már oda azért vastagabbat is, nézzük meg, mi történik. Meg a lényeget. Kisütjük az A betűt? Figyelj, nézd. Így. Igen. 200 fokon van. 200 fok. Fél. 15 perc. 15 perc. Óra indul. Bam. Lássuk, mi lesz. Te, ezt nem biztos, hogy így kellett volna. Aha. Jó. Mit kell? Jó, mindegy. Ez így menj, szaladj, nyissa ablakot. Nem. Figyelj, az A betűd jól sikerült egyébként. Hát mert annak több idő kellett, de meg kevesebb. Nyomjad. Amúgy, ha odafigyeltek rá, nem is odafigyeltek volna rá például, nem dumázunk az időt, akkor jó lett volna. Figyelj, ezt vigyük el a többieknek, hogy nem lesz belőle, jó? Megvan a terv? Bemegyünk-jövünk. Bemegyünk-jövünk, de megveszünk majdnem minden. Nem tudom, hogy itt mennyit lehet kapni, jó? Jó, ó, basszus. Készen állsz? Kíváncsiak, mit fognak szólni már, hogy mikor hát is nem meglátják. Egy szokványos vásárlás lesz, ez tuti. Hát nem, minden nap annyit vesznek, tudod. Bocsánat, hello! Itt van? Na, hoppá. Ezt így mind oda. Figyelj, azt mondom, csináljuk úgy. Várjál, kiemelem. Ügyes vagy, Bence. Egy. Jó? Elegendő szerinted? Aha, na, de várjál, arra kell gondolnunk, Csongi, hogy Bálinnak haj kell. Hát ez ebben, lesz haj ebből szerinted? Ebben biztosan 1 millió. Na, toljál. Tollak. Ne nagyon támaszkodj rá, ne törjön le. Bocsánat. Hello. Egyébként nem hiszem, hogy nem bírtuk ki az irodáig. Hát... de azt mondjuk majd, hogy ez csak a haj miatt van. És ez nem nyert. Ki nyert? Hát úgy néz ki az enyém se sajnos. De hogy egymás után nyitjuk az egészet? Nyernünk kell! Hogy kell, mert tudjam, hogy nyert. Tehát így a... ez sem nyert. Egy valamit észrevettem, te ezt a színeset mászod, én meg a szokványos sósot. De itt van egy hagymás tejfölös. Hoppá! Nem már. Itt van. Mit azt mondja?
promócióra vonatkozó további részlet, ez nem az. Gratulálunk, szerencsésen választottál Csio terméket, és tied egy darab 8-at. Kaptam egyet még pluszba. Én ezt, ha legyen az, visszaváltom, hozok még, mert ez nem elég. És te nyerj tovább. Mit szólsz? Jövök mindjárt, jó? Na, végre! Visszamegyek, adjad ezt is, beváltom. Közben nyerjél még, jó? Szedjél még ki egy millásat, jó? Jó. Hú, basszus. Megjöttem. Na, mi? Négy. De várjál, mert az ugye a... ezek is nyerősek. De várjál, az a három, az nem, azt én nyertem. Vigyük be az irodába te ügyet, most ne itt bontsuk ki ja, az egészet. Ja, hogy így elveszett. Jó, én megpróbáltad. Az a végző, hogy olyan cutnak, nem? Hogy így bum, és akkor fekete utána. Na, merci, salut! Szia! Szia! Te vagy a Bálint barátja? Igen! Szia! Marko Kára Szandor, Rebeka. Sziasztok! Kára Szandor, gyertek, foglaljatok helyet! Már rendeltem is nektek egy bombit. Ó, de aranyos vagy, köszönjük szépen! Na, mi a kérdés? Egy kicsit mesélnél magadról nekünk? Hát igazából én a Bálintot már nagyon régóta ismerem, még általános iskolából. Aztán én elpályáztam egy kicsit Franciaországba, és mondjuk egy 8 évet eltöltöttem ott. Michelin csillagos éttermekben dolgoztam, meg elég komoly bisztrókba, és tulajdonképpen most érkeztem vissza, hogy egy ilyen magyar projektet is elkezdjek összerakni. De vagány, azért jöttünk, mert a Csióval most van egy együttműködésünk. Köszönjük szépen! És azt szeretnénk kérdezni, hogy a chipset, mint alapanyagot, hogy lehet a modern konyhába beleépíteni, és hogy esetleg mi is ezt Karolával otthon, hogy tudnánk kipróbálni? Mert mi is főzünk otthon is. Igen. Hát reméltem is, ha már tőlem kértek segítséget. Hát igazából a chips az én azt gondolom, hogy ma már egy fogalom a gasztronómia világában. A ropogós textúra az egy nagyon fontos dolog, és tulajdonképpen a leveseken, az előételeken keresztül, a főételeken át a desszertekig mindenhol megjelenik, hogy bármiből is egy ropogósat készítsünk. És mondjuk, hogyha gondolunk egy merészet, akkor egy ilyen rántott hús kompozícióba, ami ugye azért Magyarországon eléggé még mindig divatját éli. Mondjuk, ha nem zsemlemorzsába paníroznátok be a rántott húst, hanem a számotokra legkedvesebb ízesítésű chipsetekbe, akkor az ugyanúgy működik például. Az tök jó egyébként, mert én rántott húst nem nagyon ehetek, mert egyébként gluténérzékeny vagyok. Simán meg lehet oldani chipszel, és akkor mondjuk ehhez ki lehet választani mondjuk a kukorica alapú termékeket, de tehát mondjuk a tortilla verzióba panírozod be, akkor igazából minimális glutén jut a szervezetedbe. Tehát... Ezt egyébként kipróbálhatnánk, nem? Igen, én gondoltam arra, hogy tudod, nagyon sok krémlevest készítek, és hogy krúton vagy ilyesmi helyett mondjuk chipset beletenni, és azt hittem, hogy csak én vagyok így veled, akkor ez egy tök divat. Le, az is abszolút működik, sőt igazából még azt is fel lehet dobni ugyanezzel a akár panírozási eljárással. Tehát mondjuk egy zellerkrém leveshez egy feta sajt, az egy elég komoly termék. Lehet szépen összegöngyörgeted, bepanírozod és mehet is a levesbe. Szuper. Hát jó, nagyon szépen mentem. Köszönjük, hogy segítettél, és ezt mindenképpen ki fogjuk próbálni. Hát én köszönöm, hogy itt lehettem. Na, haver, hát nem kell mondanom, szerintem látod, hogy megvettük az összeset. De ezt hogy hoztátok ki onnan? Ilyen dobozóban. Adtak ilyet, látod, három ilyen nevettük. Nem néztek hülyének, biztos egyébként. Ja, a kasszás nézni az azért, tehát látszott rajta, hogy ez nem egy mindennapi vásárlás. Na, de akkor meséljétek, hogy... Csongi nyilván nem bírta ki, hogy elhozzuk az irodába, úgyhogy bontogattunk. Csomagtartóba beültük. Beültetek a parkóba, a csomagtartóba. Ezt elkezdtük bontogatni. Tíz emberek így... Ezek mit csinálnak? De nyertünk. És még szerintem itt is van nyerős, mert hát nyilván azért elég sokat ja, vettünk. De mi nem nyertétek meg az 1 milliót és nem sumákoljátok el? Nem de nyertük vagy meg az 1 milliót. Dehogyis. Esküszöm, betyár becsület. Szétdobjuk ketten. Na igen. De egyébként a visszavívőset igen, tehát hogy kapsz még egyet, hogyha vissza. Fogadjunk, hogy visszamentetek ezek után még egy ilyen. Persze, hogy visszamentünk. De miért te nem mentél volna vissza? De, na jó. Úgyhogy mi így állunk. De tehát annyit még hadd fűzek hozzá, hogy azért az 1 millió ebben benne lehet, szóval a hajadat azt ne legyél letörve, jó? Haj az lehet, hogy lesz. Mástól vagyok letörve inkább. Mi is kaptunk egy feladatot. Hoztatok kóstolót? Hát hoztunk volna, csak az a helyzet, hogy olyan finom volt, nem maradt. Egy kicsit igen. A alumíniumba beleolvadt a kóstoló. Mert? Hát mert mit csináltatok? Hát van itt ez az eszköz, a mögött pedig van egy ember. Az volt a lényeg, hogy megvettük, mindent megcsináltunk, igen. És beraktuk a sütőbe.
és elbeszélgettük az időt. Mesi otthon volt, és én itt hallottam, hogy gyakorlatilag visít a szobába, vagy megöllek, mert kiindultuk a sütőt, és így ki a fekete füst. Ja, gondoltam. De előtte azért egyébként gyönyörűen bemutattuk recept alapján. Tök jó. Szögezzük le akkor. Igazából nem ott bukott el a sztori, hogy ti nem tudtátok. A sütő volt a baj. A sütő volt. Az volt a baj, hogy ott felejtettétek. Igen. Meg a sütő is. Mondjuk kettő dolog miatt örülök, egyrészt van chips, tehát nem kellett ti hozzatok. Másrészt ez nem az én lakhelyemen történt. Ja, és végre már nálad is rombol. Már nem azért mondom, csak eléggé fájt az a 75 ezer forint a plafon miatt a grillezésed véget. Na lányok, ti pedig? Hogy állunk? Szuper séfek lettetek? Hát, ha nem is lettünk, de kipróbáltunk egy csomó kaját, és nagyon vagány, azt kell, hogy mondjam. Megcsináltunk tányérokat, mindegyiken legyen ropogós textúra, így van. Nagyon megtanultuk, látod. Ez nagyon. Meg hát azt beszéltük meg, hogy igazából a chipszel semmi baj nincsen, csak mértéket kell tartani. Hát mi mindenben. Igen. Nagyon van gyerekek. Amúgy jól éreztük. Én örülök, mert ez... Alapvetően egy sikeres nap volt. Mit csinálunk? Innentől kezdve... Én elmondom, mit csinálunk. Ne arra úgy a szabadba vágok. Kibontjuk, megesszük, jól érezzük magunkat, nyerünk. Akkor elkezdem. Lássuk, hogy az öreg nyere. Nyertél? Nem. Hát nem is látsz bele. Nyugi Bálintka, ilyen az élet. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, köszönjük, hogy megnéztétek, köszönjük szépen a Csiónak az együttműködési ajánlatot és a melót, tényleg nagyon jól éreztük magunkat, ez egy sikeresnek mondható nap volt. Találkozunk a következő videóban, iratkozzatok fel a csatornánkra, csapjatok egy lájkot a videóra, sziasztok! Köszönjetek itt is! Sziasztok! Hello! Sziasztok!